Decemberben még így álltak a munkálatok, rövidesen pedig teljes kapacitással dolgoznak majd a kocsordi gyártóüzemben. A beruházást a kormány egészségipari támogatási programjában támogatta. Ez az alap azért jött létre, hogy segítse azokat a fejlesztéseket, amelyekkel elérhető, hogy itthon lehessen előállítani a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket. Egyben hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez és új munkahelyek létrehozásához is. Önkormányzatunk nagy örömmel fogadta ezt a beruházást, ami Kocsordra érkezett. Tulajdonképpen egy olyan beruházásról beszélünk, ami mind munkahelyteremtésben is megállja a helyét. Tudomásom szerint körülbelül 30 fő foglalkozott lesz itt a vállalkozás keretein belül. A KXC-nek a képviselőjével beszélve, a munkaerő felvételnél nagyon lényeges az, hogy CNC gépeket, robotizált gépeket tudjanak kezelni a munkavállalók. Ezeknek az embereknek a felkutatása is ugye egyrészt helyben sikerült, de úgy tudom, hogy magába az anyagmozgatásba, szállításba és egyéb munkakörökbe fognak a településről munkaerőt alkalmazni. Bízunk benne, hogy ennek a 30 főnek nagy részét itt helyben fogják megoldani. A 2 milliárd forintos beruházással épült gyártóüzemben Kocsordon egészségügyi védőeszközök, orvosi kanülök, valamint lélegeztető és újraélesztő gépekhez szükséges alkatrészek gyártására alkalmas üzemet hoztak létre. Bakos Róbert hangsúlyozta, az új üzem Kocsord bevételeinek növekedéséhez is hozzájárul. A település az elmúlt időszakban eléggé eladósodott, több 10 milliós adósságban jutott. Sajnos egy elég nagy adósságállománnyal vettem át, amiben nekünk nagyon sokat fog segíteni, hogy a településnek az a hozadék, ami esetleg iparüzési adóban a településhez áramlik be, az nagy segítség lesz a további fejlesztésekbe. Ennek a kettőnek a fényében úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy örömteli dolog, hogy ránk esett a választás. Kocsordon tehát hamarosan elkezdődik a gyártás. A Mátészalkai üzemeket szeptemberben adják át, ott októberben kezdődik majd a termelés. A nyírségi beruházások segítségével olyan egészségügyi eszközök gyártása indul el, amelyeket korábban külföldről lehetett csak beszerezni. Emellett az oltáshoz használt orvosi eszközök terén is önellátó lehet Magyarország.